Döntésre várnak a védők a pécsi ítélőtáblán kedden. Befolyással üzérkedés miatt folyt az eljárás egy férfi és társai ellen, aki minisztériumi dolgozónak vagy államtitkárnak adta ki magát. Az elsőrendű vádlott elhatározta, hogy hozzátartozói és ismerősei segítségével vállalkozókat keres meg, és azt ígéri nekik, hogy befolyásos kapcsolatai útján komoly összegű, általában vissza nem térítendő támogatáshoz juttatja őket. Cserébe azonban pénzt kér, hogy a pályázatok odai ítélésében, illetve elbírálásában közreműködő hivatalos személyeknek pénzt adva őket megvesztegesse és a pályázatot biztosan megnyerjék. A pécsi ítélőtáblán most súlyosabb ítéletet kaptak, mert nem magányos elkövetésről volt szó. A vádlottak a tervekre megállapított bűncselekményeket bűnszervezetnek követték el. Pusztán elsőrendű vádlottal szemben kiszabott halmazati büntetés, 10 év szabadságvesztésre és 10 év közügyekkel eltiltásra, Gusztáv másodrendű vádlottal szemben kiszabott halmazati büntetést 6 év szabadságvesztésre, 8 év közügyekkel eltiltásra. Béla Ferenc harmadrendű vádlottal szemben kiszabott halmazati büntetést 5 év 6 hónapi szabadságvesztésre és 6 év közügyekkel eltiltásra. Több mint 10 vádlott ügyében született döntés, akik közül személyesen csak egy volt jelen a tárgyalóteremben. Az elsőrendű vádlott zárt láncú videókapcsolaton keresztül hallhatta a bíróság döntését. Azért kellettek a társak, mert az elsőrendű vádlott a megbeszélésekre úgy ment el, mintha ő személyi védelemre jogosult állami vezető lenne. Társai a terror elhárítási központ gyakorló ruházatához hasonló ruhát viseltek, illetve a TEK fegyverzetéhez hasonló lőfegyvernek kinéző, de ténylegesen airsoft fegyvereket tartottak maguknál. Így közel 160 millió forintot csaltak ki. Az ügyben a kaposvári törvényszék járt el első fokon, most a pécsi ítélőtáblán hoztak másodfokú ítéletet a férfi és társai ellen.